Mielőtt még belemennénk a meccésbe, kettő dolgot hagyd mondjak el. Itt egy nagyon sekély termőrétegű, alacsony szervesanyag tartalmú talaj van, viszonylag köves is, tehát nagyon kicsi a termőréteg, vagy sekély a termőréteg, és alacsony a szervesanyag tartalom. Tehát itt a tápanyagra oda kell figyelni. Levente azt mondta, hogy itt minden el volt rontva már, amit el lehetett rontani, és ő megvolt a miért, hogy Jézus Isten, mondom, szép kedve lehet jó meccési bemutatót csinálni, de itt nincs elrontva történet, mert nagyon jók a központi tengelyek, az eddigi koronalakítás úgy látom, hogy nagyon szép és következetes. Egyetlen dolog, ami látszik, van egy növényvédelmi probléma, ami tavaly vegetáció végén következett be. Szilvának a egyik legfontosabb és úgymond láthatatlan kártevője a szilva, vagy a levélatkáknak a csoportja, és itt valószínűleg augusztus-szeptemberben volt egy levélatka fertőzés. Ezt onnan látom, hogy az éves vesszőknek a hajtáscsúcsa az normál esetben nincsen elágazódva a szilvánál, tehát egy erős éves vesszőnek valahogy így kellene kinézni, mint ez, vagy ez, tehát a vége nem bojtos. És ott vannak a végén a bojtocskák, ott megállt a növekedés, tehát ez még augusztusban lehetett valamikor, és kidobta ezeket a nagyon gyenge kis másodrendű elágazásokat, amit a szilvának egyébként nem kellene. Az atka megállította a növekedést 3-4 hétre, amikor lement az atka fertőzés, akkor újraindult a csúcsfűt, de már megindultak alatta a másodrendűek. Egyébként a koronának a formája, amit beszéltünk, alulról felfelé szépen elkeskenyedő, fogja meg a termés, nem meccéssel kelljen megállítani. Megnézzük, meg volt ennek a koronában meccése, bár azt hiszem ezek koronás oltványok voltak, de látszik, hogy a méter körül meg volt vágva, és elágazódott, és kihozta a másodrendű elágazásokat. Mindig úgy szoktam csinálni a meccést, hogy szemmel egy fénykép, hogy körülbelül milyen a fa, milyen állapotban van, mi az a egy-két kardinális dolog, amit biztos, hogy ki kell belőle venni, és azt meglépem, és utána kezdek el finomítani. Van egy klassz központi tengely, nagyon sok a termőrész, tehát vannak gyönyörű termőnyársak az egész fán. Más kérdés, hogy egy jobb talajon egy 4 éves fa egy kicsit előrébb lenne fejlettségbe, de nem rossz a fejlettség, és vegyük azt is figyelembe, hogy 3x2 méterbe vagyunk. A termőfelületet még nem töltöttük ki, tehát még az ágvégi éves vesszőket csipkedni kell, hogy menjen kifele a fa, mert itt, ha permetezünk, akkor a lyukat permetezzük. Tehát igazából ez még nem a termőre fordítható állapot, mert nem értek össze a fák. Tehát még az alakító meccés korszakában vagyunk, vagy idejében vagyunk, de még csipkedni kell a vesszőt, hogy kitöltsük a teret, de már ifjítani is kell. Itt van például ez a fa. Gyönyörű, szép oldalvezéreink vannak az alsó zónában. Itt volt egy valószínűleg egy nyári vágás. Erre a bojtra itt nincs szükségem, gondoljuk el, hogyha ez kijön levélrozettában, meg levélbe, itt kapásból van egy olyan levélfelület, ami a törzset, meg az alatta lévő részeket árnyékolja, fogom, ide oldalra kiterítem. Éves vesző növekedés nem volt olyan brutális, ha így átlagban nézem, akkor azt mondom, hogy 50 centi, ami top ennél jó, tehát az éves vesszőkbe, belső rügybe rávágok, de ami itt nem maradhat, itt már fa a fában van, elkezdett konkurálni a vezérrel, egy hosszú csonkkal én ezt innen kidobom, és ennek a fának a kontúrja nagyjából helyreáll. Befele forduló vesszőt kiteszem, nem hagyok csonkot, és az éves vesszőkbe, éves vessző végbe egy belső állású rügyre visszacsípek, azért, hogy legyen növekedés. Villás ágvégeket, befordulókat kiveszem, éves veszőbe belecsípek, menjen kifele még a fa. Nincs még nagyon ráerősödve, tele van terméssel, valószínűleg meg fogja húzni. Beforduló éves veszőket kivágom, ami visszamegy a korona felé, és az éves vesző részbe, ha látom és kézre áll, akkor egy belső állású rügyre vágok. Régen mindig külső állású rügyre vágtunk. Miért vágok belső rügyre? Innek lesz egy csúnya reakciója, és lesz egy szép reakciója. A belső rügy általában megindul függőlegesen, az alatta lévő pedig kifele. Következő évi meccésnél kiterítem, és terelem kifele a fát. Volt arról kérdés, hogy az ágvég, ugye éretlen vessző, meg van fagyva körülbelül idáig. Azért is jó a csípés, az ágvégi vessző visszacsípés, hogy leveszem a fagyott részt. Ha nem venném le, akkor se történne semmi, mert úgyse funkcionál rajta a csúcsrügy.
Ennek a fának az alja teljesen rendben van. Éves veszőket belső rügyre visszacsípem, innen kivettük ezt a nagyon csúnya konkurenst. Ezt megelőzőleg veszem ki, hiába tele van termőrésszel, egy picike csonkkal legyen itt nekem ilyen, ami a vízszinteshez sokkal közelebb van, olyan éves veszőm, ami utána be tud rakódni. 3 darab vezérkonkurensem van. Melyik a legjobb vezérem? Honnan fúj a szél? Melyik az uralkodó szélirány itt? Arrafele? Errefele fúj. Akkor nekem a legjobb vezér ez lesz, és azt választom ki, mert az a leggyengébb, és errefele feszíti a szél, és picike csonkkal ezt a 3 darab vezérkonkurenst innen kiveszem. Nem vágom meg a tetejét. Azért nem vágom meg a tetejét, mert itt már 3 méter, 3,5 méter magasságban vagyunk. Ha csúcsrügyből megy, akkor sokkal kisebbet fog nőni. Itt már meg akarom állítani a fát. Mi fogja megállítani a fát? A szilva. A termés. Villáságvégeket kiveszem, és itt nem kezdek el csipkedni. Itt már nem akarok nagy növekedést csinálni, csak az alsó zónába és a középső zónába. 2 év múlva ez is ki fog ugrani, és építünk azokra, amiket itt csonkoltam, és megy, lesz belőle új éves vesszőm. Következő fánál elkezdem kifele teríteni a koronát, belső rügybe belevágok. Itt is. Kifele próbálom hozni a koronát, ami befele megy éves vesző, kidobálom, villákat megszüntetem, éves vesző végbe, belső rügyre. Szépen belevágok. Ez nem illik ide a képbe semmiképp, ezt egy erős nagy csonka kiveszem. Ugye kivettük, amit nagyon csúnyán sűrűsített és konkurált az egész vezérrel, az összes többit csak terítem kifele és hozom az éves vesszőkre a visszavágást, ami befordult azokat. Azokat szépen következetesen kiszedem. Itt is kiterítem a szélsőre, de már itt nem vágok vissza. Itt is kiterítem a szélsőre. Ez mind a kettő nagyon meredek tavalyi csonk, de nem szép reakciót hozott. Rövidebb csonkra vágom, hogy legyen egy vízszintesebb hajtás növekedésem. Ezek a következő évek termő alapjai. Nézzük meg a sudarat. Ott volt egy vágás, alatta kijött egy ásudár, be van gyönyörűen rakódva termőrésszel. Mit fogok kidobni? Azt a részt, ami vegetatív. Ez generatív, gyönyörűen be van rakódva, itt ásudarazok egyet, és kiveszek 2 vezérkonkurenst, 3-at, 4-et. És nem vágom meg a tetejét, hogy ne nőjön felfele, álljon meg. Ez a szilva itt, ez vegye el az energiát annak a növekedésétől. És gyakorlatilag kész van a fán. A koncepció hasonló mind a kettőnél, határozott központi tengely. Alul van egy kiterített oldalvezérrendszer, és tele vagyok éves vesszővel, ami utána a következő évek termő alapját elkezdi hozni. Mi lesz 2-3 év múlva? Ezekből ez valószínűleg, itt már elindult egy felkopaszodás. Innentől van a termés kifele. Ha ez ki fog jönni nekem idáig, és csak a végén terem fogom, és jön a következő csonk, de egyelőre még nem veszem ki, mert nem zavaró, elfér a fába. Ebből a csonkból várok olyan reakciót, ami megindul, és akkor már nem fogom sajnálni ezt a 3-4 kiló szilvát, ami ezen az ágon van. Tehát már hiába 4 éves a fa, már elkezdek ifjítani, termőfelületet megújítani. Nézzük a következőt. Terítem kifele, visszaforduló évesveszőt kiveszem, évesvesző végébe belevágok, mindenhol terítem ki a koronát, beforduló évesveszőket kiveszem, évesveszőbe itt még belevágok, és nézzük azt, hogy mi az, ami zavaró, ami soha nem lesz vízszinteshez közel álló, és már elkezdett ráerősödni, alján van néhány termőrész, fogom, kiveszem egy csonka, hogy kifele nőjön, beforduló vessző kijön, évesveszőbe belecsípek, itt kiterítem, hát oda, leveszem a gallérágat, hopp, letörtem, akkor ez csonk, hagy nőjön újra, kiterítem, éves vesző végébe belecsípek, ez ide nagyon meredek, ott van mellette a termőrész, a tetejét pedig úgy kozmetikázom meg, kiválasztom a legtermékenyebb részt, azt fogom meghagyni, meg mellette a vízszinteseket és a konkurenseket pici csonkokkal
ki fogom venni. Mi az, ami konkurál a vezéremmel, picike csonkkal, itt már kis csonkkal dolgozunk. Kivesszük, kiterítjük kifele menőre, ez is meredek, hagyjuk meg a vízszinteseknek a szerepét, ezek rakódjanak be. Legyen egy tengelyem, legyen tele éves veszővel. Tavaly ezek is éves veszők voltak, gyönyörűen be vannak rakódva, és termeljünk a központi tengely közvetlen közelébe. Következő fánál elkezdem kiteríteni. Ezzel nem érek el semmit, egy ilyennel ide visszajövök. Éves vesző kap egy finom visszacsípést. Kiterítem, belecsípek. Itt is a bozontos részt kiveszem. Befele forduló, felmenő éves veszőket nem hagyok. Nézzük meg, mi az, ami sűrűsít rajta. Azt oda elkezdjük kiteríteni. Kettő van egymás fölött. Egyikre nincs szükség, sőt, erre a keresztezőre sincs szükség. Nagyon meredek, nem hagyom ott, pici csonkkal kiveszem. Itt is terítem a befele menőt, kiveszem kifele menőkre. És a tetejét mindjárt lekozmetikázzuk. Ez a csonk, amit kérdezett itt, ez már beszáradt. Semmi gondot nem fog okozni növényvédelmi szempontból, itt van egy besebesedett kalluszgyűrű. Ha most ide rávágok, nyitok egy újabb felületet. Beszáradt, békén hagyom. Inkább, mint hogy új felületet nyissak a új fertőzési kaput. Az már le van zárva, innen már nem fog tudni fertőződni. Nem hagyunk villát, végébe belecsípünk. Egymás fölött van, valamelyik ki fog jönni. Hát ez itt még meredek, ezt kiveszem. És gyakorlatilag ennyi egy ilyen 4 éves szilvafának a metszése. És az éves veszővégeket azért vágom meg, mert ide még kell növekedés, tehát itt középen össze kéne érni a fáknak. Gyakorlatilag ezt a, mint a fénymásolva lennének a fák, mindegyikből üvölt, hogy ott van, amit kiveszek, ott van a meredek, amit kiveszek, ne legyen vezérkonkurens, teljesen a tetejébe, és akkor ott már picike csonkokkal dolgozunk, alul pedig hosszúakkal. MM fázhatos alanyról van szó, ez egy középerős növekedésű alany, térállás 5x2 méter, ami teljes mértékben ideális az MM106-os alanynak. A sudaras orsó korona, itt egy szabad orsó, tehát nem termőkaros orsót alakítunk ki, hanem egy szabad orsót. Ennek az elvnek egyébként tökéletesen megfelel az, ami eddig itt el volt követve. Elindulunk alulról felfele szépen, és végignézzük, hogy mit távolítunk el, mit miért vágunk, mit miért nem vágunk. Ennél a két fánál, meg annál a két fánál, itt már közel vagyunk ahhoz, hogy kialakuljon a teljes termőfelület, tehát mondjuk egy évben belül teljes termőre fordulásról lehessen beszélni. Éppen ezért ezeknél a fáknál biztos, hogy éves vesző végét már nem fogom csipegetni, mert nem akarom növekedésre sarkalni, nem akarom, hogy belenőjön a másik fának az életterébe. Tehát itt egy ritkító metszést csinálunk. Elindulunk az úgynevezett oldalkarokon, az oldalvezéreken, terítem szépen kifele a vízszintes irányába, hosszú hajtásképleteket elkezdem kiborotválni. Itt van az, hogy oldalvezére nem hagyok csonkot. Itt tavaly volt egy baromi nagy csonk, nézzük meg, 1, 2, 3, 4 darab vízhajtás lett a reakciója, ami kedvezőtlen, tehát ezt innen, ezt az egész csonkot alapjába fogom levágni, ha lebírom, hogy ne legyen ott olyan növekedésem, ami sűrűsíteni fog. Visszafordulót itt is kiveszem. Gyomírtottok vagy talajmaróztok alatta? Lemente? A talajmaró az ugye van egy magassága, képződ, nézzük meg ezt az ágat. Van rajta 5 darab dárda, 2 darab nyárs. Ha csak a 10%-át beköti a virágoknak, ez le fog húzódni ez az ág, a talajmaró verni fogja, tehát egy nyársra gyönyörű szépen visszahozom. Felmenő éves veszőt levágom, veszővégét nem csípem vissza, mert itt már megvan az élettér, amit ki kellett tölteni, tehát a térkitöltés feladata az teljesítve van. Elindulok ezen az oldalvezéren, nézem, kiterítem egy másodrendűre, a visszafordulókat kiveszem mögül, ne legyen árnyékhatás. Jövök feljebb, kiterítem, nem vágom már a veszővéget, mert nincs rá szükség. Túl sok rügy lent lesz a földön, nyugodtan egy-egy nyársra, dárdára vissza lehet hozni, beszáradt lészt leveszem, felmenőt kikapom belőle. Itt mékre fogok vágni, erre, ezt hagyom meg, vagy ezt hagyom meg?
A felsőt hagyom meg miért? Azért, mert ez húzódni fog lefelé, és ha ezt hagyom meg, ez már a földön lesz. Tehát a villát úgy szüntettem meg, hogy a felső veszőt fogom kiszedni. Elindulok vízhajtás borotválon kifele, a veszőn visszaforduló hajtásképletet borotválon kifelé, kiterítem visszafordulót, kiveszem az éves veszőket. Itt is csonk volt hagyva az oldalvezéren, lett két nagyon rossz reakciója, kiveszem a csonkot, csak itt hagyok a központi tengelyen, gyönyörű szépen terítem ki oldalra, és azt mondom, ezek itt kereszteznek, inkább visszahozom egy nyársra, teremjen le, aztán kifogom az egészet cserélni. Így van, beforduló, visszaforduló, visszaforduló, terítem kifele oldalirányba, nagyon meredek, kiveszem egy pici csonkkal, már szelidül lefele az egész fának a kinézete, hosszú távon ezt se fogom majd bent hagyni, amikor ez berakódik, le fogom cserélni erre. Jöjjünk feljebb, egyetlen vágással ki van terítve a korona, nagyon meredek, rávágok az előző csonkra, hagyd legyen helyette egy vízszintes szögállású vessző, megszüntetem a villát, a felsőt kiveszem, kiterítem a koronát, visszaforduló nyársat kidobom, és gyakorlatilag ennek a fának a metszése tetejénél most kettő darab vezérkonkurens fogok kivenni, és nem vágok bele a vezérvesszőbe, álljon meg itt a fa, induljon csúcsrügyből, nem erőszakolom, hogy nőjön, kidobom innen ezt az egyetlen vezérkonkurenst, és igazából túl meredeket nem látok, talán még hopp, talán még ezt, itt már felül nem hagyok csonkot. Van elegendő éves vesszőm, aminek a végében mind virág van, az fogja a növekedést. Ha abba belevágok, csak felfele fogom erőltetni a fát. Nézzük meg a következőt. Itt már van annyi termőrész, ami egy kicsit sok is és sűrű is ennek a fának. Visszafordulókat kiveszem, elkezdem a koronát terelni külső irányba, végén villát nem hagyok. Visszaforduló, befele jövő, ezeket mindet szépen kiborotválom. Kiterítem, visszaforduló vesszőt kiveszem, kiterítem oldalra, itt is kiterítem oldalra, megszüntetem a villát, visszafordulót kiveszem, felmenőket kiveszem belőle, itt korlátozom, hogy ne legyen a földön, talajmaró tudjon alatta dolgozni. Na itt viszont már egy kicsit van, bőségzavara, talán még azt mondom, hogy túl sok a termőrész. Nézzük meg, gyönyörű generatív, ott vannak a rügyek, ott vannak a dárdák, ott vannak a virágrügyek. Ezt én innen kiveszem, azzal a kis cselle, hogy meghagyom itt ezt a kis dárdás részt, legyen rajta egy 2 kg alma. Elkezdem kiteríteni itt is, belevágok ebbe a dárdás leterhelt részbe, és itt már nagyon-nagyon sok. Nézzük meg, hogy mit áldozunk be, miért. Ez itt zavaró, vagy azt csinálom, hogy a befele fordulókat kiveszem, vagy azt mondom, hogy ide kiterítem. Itt van ez a gyönyörűség. Dárda, nyárs, nyárs, nyárs. Megszüntetem a villát. Kiveszem innen. Nagyon sok ide. Itt van alatta, végig tele van almával. Kiterítem, hagyom, hogy ez úgy fog kinézni nyáron, ha ez itt beköt, csak 8 darab almát, az 2 kg. Ez már így fog állni, tökéletes lesz a szögállása. És ilyen szemmel nézem az összes többit. Ez generatív, ez generatív, ez vegetatív, nincs rajta semmi. Dobom ki egy csonkkal, nőjön újra. Ezen rengeteg a rügy, és ahhoz képest túlságosan vékony. Annyit nem fog bírni elviselni, pár virágrügyet leveszek, visszavágom, és még így is gyönyörű generatív a fa. Ez a rész is csodálatos, teletermő része. Itt a jövő, de nem hagyok ilyet. Nem hagyok ilyen meredeket. Kidobom egy pici csonkkal, terítem ki, visszafordulót kiveszem, és nem csipegetem az éves veszőt. Nem akarom már kijebb erőszakolni a fát. Kiterítem a koronát.
felső részeken, ez itt egy meredek vesző, picike csonkkal kiveszem, és a vezér környezetébe azt a 3-4 felfele menőt szintén ki fogom venni. Megvan a koncepció? Beleférünk a sudaras koronába, beleférünk a háromszögbe, szabadorsó esetében, tökéletesen. És van elegendő éves veszőnk, tehát itt van a jövő termésének az áloga. Kérem szépen, nézzük meg ezt a három fát itt, de akármelyiket a környezetbe. Gyönyörű, szabadorsó. Mit kell ezzel csinálni? Éves veszű csipkedni kell rajta? Kell még nekem oldalirányú növekedés? Nem, össze vannak érve a fák. Meg kell nézni és mechanikusan végig kell menni, megszüntetni a villákat, keresztezéseket. Ez egy sokkal ritkább korona, ez már viszont egy sűrű korona, ebbe egy kicsit jobban bele kell nyúlni. Nem bántom az éves veszőt, gyönyörű, gyönyörű, befordulót kiveszek, tiszta virágrügy. A termékenység ne továbbja. Csodálatos. Egyszerűen nincs mit hozzányúlni, talán itt igen, tehát ezt mondjuk nem hagyom itt. A villát megszüntetem a végébe, jövök feljebb, elkezdem kiteríteni. 1, 2, 3. Generatív, picit erős, egy csonkot kap és kiveszem. Szintén nem terítem ide ki, fogom, leveszem egy csonkkal, legyen helyette éves vesző. Nem vágom meg a végét, ilyen durva terítést nem csinálok, hagy húzódjon szépen ő ide lefele a sújtó. Megszüntetem a villát, terítem kifele, oda visszadobom, ez ide túlságosan erős. Kiterítem, visszafordulót kiveszem. Ezt is kiterítem, ezt viszont nem hagyom, ez ide ebbe a zónába túlságosan erős, picike csonkkal levágom. Hát ez a csonk itt besült, erre rávágok, és ennek a fának a meccése ennyi. Itt már van nem probléma, de már van, amit kezelni kell. Ez itt túlságosan sűrű, különösen a koronának az a régiója. Nézzük az alját. Adná magát, hogy ide kiterítsem, de ez egy nagyon erős vágás. Nem teszem meg, ne nőjön, maradjon, induljon csúcsrügyből. Ez itt viszont egymás fölött van keresztező, én ezt innen kidobom, mert ott van alatta a másik termékeny rész, ne sűrűsítsen, felmenőt kiveszem, nézem a többi oldalvezért. Szintén terítem kifele a koronát, itt is. Termékeny, jó szögállású termékeny, megmarad. Itt van termékeny, nem kell ide, belenyúlok, kidobom egy csonkkal. Ez a vesző generatív, meghagyom teremjen. A méretéhez képest ez kevésbé generatív, sűrűsít is kiveszem, nagyon meredek, egy csonka szintén kiveszem. Nézzük meg ezt. Hárman vannak ebbe a zónába, még az, ami a leggeneratívabb, ez a vesző. Relatív ezen kevesebb rügy van, innen is kidobtam egyet, lesz éves vesszőm, innen is kidobok egyet, lesz éves vesszőm, és mikor ez elöregszik, itt lesz helyette két olyan reakció, amire tudok majd építeni. Gyönyörű generatív, gyönyörű, sok. Kiveszem, szintén egy csonkkal kiveszem, és ez is kiugrik innen, ez a meredek is kiugrik. Ott jól működött a csonk, megvan az éves vesszőm. És még azt, ha elérném, onnan egyetlen csonkkal kivenném meg a felső két vezérkonkurenst. És le van szelidülve néhány vágással a fa, belefér a koncepcióba. Ezen az oldalon ugye ide még vágyna valami. Ezek itt túl alacsonyan vannak, ezeket ide nem kell növekedés, ezt csonk nélkül innen leveszem. Honnan van kihajtási hajlama a fának? Ide nekem kellene csinálni oldalvezért. Farészig csinálok egy bemetszést. Mit szeretnék vele elérni? Szerves anyag lefele irányuló áramlásának, az auxin lefele irányuló áramlásának, ugye ez a háncsba mozog. Ezt a rügyet meglökni, hogy ide legyen egy oldalvezérem, mert a fának ez az oldala hiányzik az alsó régióba.
befűrészelem egy vélt rügynek a helye fölött, hogy legyen ide reakció. Utána pedig szépen megyek, elkezdem teríteni kifele a koronát, megyek végig az oldalvezéreken, a visszafordulót kidobom. Nem túl szerencsés ez az ágrész itt ebbe a fába, közben a talajmaró útjába lévő ágakat, azokat leszedem. A befordulókat kiszedem, a nagyon belógó vesszőt szintén kiszedem, gallérágat kiszedem, befordulót kiszedem, jövök feljebb. Nézzük itt, mi a helyzet. Vízszintesebb, van rajta rügy, van éves vessző. Ez ide egy sűrűsítő. Én ezt kiveszem innen egy csonkkal, és inkább ezt kozmetikázom meg, ezt a hosszú feljövőt, a becsüngőt, és még egy felmenőt innen kiveszek. Ez a vessző, ez teljesen oké. Kiterítem, megszüntetem a belógót. Itt van egy erős ág, itt van egy gyenge ág. Az erős ágon összesen nincs annyi virágrügy, mint ezen, úgyhogy fogom, kidobom innen egy csonkkal, megszüntetem a becsüngőt, oldalvezéren ilyen csonkot nem hagyok, azt levágom, csak közben vizes lett az olló és csúszik. Nézzük meg, hogy tudjuk kihozni szépre ezt az oldalvezért. Két pici vágás, és már megvan az eredeti szögállásunk folytatása. Itt rendben vagyunk, még ez is sok ide, felmenőt kiszedem belőle, kiterítem, ez ide nagyon erős és túlságosan vegetatív, ezt meghagyjuk, ezt kiterítjük, ez ide baromi meredek, nem hagyom meg, ez is erős, itt nem terítem ki, de kiterítem ide, erre, ez ide. Már majdnem fenn vagyok a tetején, nem hagyom meg, nem sajnálom ezt a pár virágvigyet, mert itt, ebbe a régióba sokkal több virágvigyem van. Remélem nem törik le, és gyakorlatilag megvan a fám. Ez egy triploid fajta, ez egy Orion, egy picit ritkásabb az ágrendszere, mint a Rosellának, vagy a Lunának.